A tanásig feszült a helyzet a Kanári-szigeteken, amely egyre népszerűbb migráns célpont. Ahogy a földközi tengeren keresztül Európába érkezők számát a hatóságok megpróbálják korlátozni. Idén eddig már csak nem 31 ezeren érkeztek csónakokkal az Atlanti-óceánon keresztül a Spanyolországhoz tartozó szigetcsoportra. Több mint kétszer annyian, mint a tavalyi év azonos időszakában. Szinte valamennyien Afrika szubszaharai térségéből származnak, és a szegénység, a konfliktusok vagy a klímaváltozás elől próbálnak menekülni. A Kanári-szigetek elnöke arra figyelmeztetett, hogy a befogadóhelyek túlterheltek, nem tudnak úgy segíteni a menekülteknek, ahogy azok megérdemelnék, és a helyi lakosok is egyre feszültebbek. Fernando Clavijo az eddiginél összehangoltabb együttműködésre kérte a nemzetközi politika résztvevőit, hogy mint fogalmazott, az Atlanti-óceán ne legyen többé a remények és álmok temetője. A Szenegálból induló több mint 1000 kilométeres út a világ egyik legveszélyesebb vizein vezet a Kanári-szigetekig. Az ENSZ adatai szerint 2024-ben már több mint 800 ember halt meg, vagy tűnt el átkelés közben.